Szóval szerettek félni? Hát amiért ide engedtetek, elmesélek nektek néhány ijesztő történetet. Jobbat, mint a füzetben. És mitől olyan ijesztőek a történeteid, Raf? Mert tényleg megtörténtek. Üdv mindenkinek, GV Cooper vagyok, és ez a világ legbrutálabb 196. epizódja. A halloween -kor elkövetett bűncselekményekre az emberek sok esetben úgy tekintenek, mint amolyan félig meddig legendás, misztikus eseményekre, amelyek keretében egy őrült ember megmérgezi azokat a cukorkákat, amelyeket később a házába becsengető, csokit vagy csínyt felkiáltó gyerekeknek ad, vagy egy Michael Myers-féle rém késsel a kezében nekiindul, hogy egy tömegmészárlást hajtson végre. Azonban néhány Halloween-kor elkövetett borzalmas tett sokkal valóságosabb és súlyosabb, mint a mindenfelé terjedő városi legendák. Október 31-én rengeteg gyilkosság, emberrablás, testi sértés vagy szörnyű tragédia következett már be, ezek közül több szorosan kapcsolódik Halloween ünnepéhez a Halloween előhozza a világ Freddy Krúgerei. Nyilatkozta a témával kapcsolatosan James Ellen Fox, a Northeastern Egyetem professzora. Ez valószínűleg az ünnep paranormális pszichológiájával és a városi legendákkal való kapcsolatával függ össze. Eme bűncselekmények közül sokat olyan emberek követtek el, akik maszkot, jelmezt viseltek, és tettüket a pénzéség, elborult elme vagy mentális betegség okozta, azonban néhány esetben a bűncselekményt sohasem sikerült megoldani évekkel vagy évtizedekkel később sem, az elkövető személye örökre homályban maradt. A mai epizódban három ijesztő, valós történettel ismerkedhetünk meg, amelyek Halloween éjjelén következtek be. Egy tragikus, több tucatnyi ember halálával járó katasztrófa, egy rejtélyes gyilkosság, és egy mentális zavarokban szenvedő fiatal ember. Ez esetben nem hátborzongató legendákat, szóbeszédeket fogtok hallani. A most következő három történet maga a szörnyű és sötét valóság. 1963. október 31-ét írunk. A helyszín Indianapolis, az amerikai Indiana állam fővárosa, azon belül is a városban található State Fairgrounds Coliseum. Az épületben hatalmas, több ezer fős tömeg gyűlt össze, ami nem is véletlen, hiszen azon az estén ott került megrendezésre a Holiday on Ice show. A Holiday on Ice ötlete egy Emory Gilbert nevű mérnök fejéből pattant ki 1942-ben, ami röviden azt jelentette, hogy létre kellene hozni egy hordozható jégpályát, és azzal turnézni Amerika számos államában és városában. Az ötlet meg is valósult, elkészült a jégpálya, és Holiday on Ice néven a jégpálya egy népes tábbal elindult hódító útjára, és elképesztő sikereket aratott minden településen, ahol megfordult. A Holiday on Ice nemzetközi vizekre is evezett, 1953-ban Ázsiában, a Fülöp-szigeteken, 1958-ban a brüsszeli világkiállításon, 1959-ben Oroszországban tűnt fel. Az emberek imádták a mozgó jégpályát és az azon bemutatott, profi jégkorcsolyázókból álló sót, a Holiday on Ice a kezdetektől fogva hatalmas tömegeket vonzott. 1963. október 31-én a show Indianapolisba érkezett, és egyértelmű volt, hogy a többfunkciós arénában, a State Fairgrounds coliseum kerül majd megrendezésre. Az aréna 7800 férőhelyen rendelkezett, azon a Halloween estén 4327 néző váltott jegyet, hogy megtekinthesse a Holiday on Ice nyitóestjét. Ez volt a show első napja, a tervek szerint 11 napig tartózkodott volna a stáb a városban, a hordozható jégpályával egyetemben. A show háromnegyed kilenckor vette kezdetét, a közönség pedig élvezettel figyelte a jégtáncosok kecses mozdulatait. Azonban senki sem sejtette, miféle iszonyatos tragédia van készülőben. A közvetlenül a lelátók alatt elhelyezett egyik száz kilós, rozsdás propántartályból propángás szivárgot, ami lassan betöltötte a szellőzetlen helyiséget. Néhány perccel este 11 után járunk, már csak három perc volt hátra a fináléig, amikor a szivárgó gáz kapcsolatba került egy elektromos pattogatott kukoricagéppel. A gáz egyszer csak meggyulladt, és a közönség lelátó déli oldalán iszonyatos robbanás rázta meg az arénát. Narancsárga láng csapott fel 40 láb magasan, emberek és székek repültek fel egészen a mennyezetig, mindenfelé betondarabok és testrészek záporoztak. A nézők közül sokan kirepültek a jégpályára, mások pedig a hatalmas robbanás okozta kráterbe zuhantak, és a hatalmas betonlapok agyonnyomták őket. Bill Roberts újságíró, az Indianapolis News munkatársa feleségével részt vett a tragikus Halloweeni jégsón, így emlékezett vissza arra a szörnyű éjszakára. Néhány másodpercig senki sem kiáltott fel, aztán sikoltozások hallatszottak, és a tömeg megindult a kiárat felé. Találkoztam egy anyával és lányával, mindketten csuronvéresek voltak. Az apát keresték. A főbejárat mellett egy férfi ült, a ballába tértől lefelé hiányzott. Az RTV6 fotósa Dick Baldwin, aki 9 perccel a robbanás után érkezett a helyszínre, így írt a szörnyűségről. Olyan volt az egész, mint egy katasztrófa film, amit egy Hollywoodi stúdióban forgatnak. Azonban ez nem egy film volt, hanem egy valóságos rémálom. Elképesztő pánik tört ki, a mentősök a közelben lévő szarvasmarha istálót használták ideiglenes kórháznak, a halott kémek pedig ideiglenesen egy hullaházat alakítottak ki a Holiday on Ice jégpályáján. Iszonyatos esemény következett. A halottakat nem ők és Koruk szerint sorba rendezték a jégen, és azoknak a családtagoknak, akik azonosítani akarták szeretteiket, regisztrálniuk kellett az adminisztrációs épületben, mielőtt az arénába kísérték őket. Indianapolisban és a környező megyékben az összes kórház megtelt, és akkora lett a zsúfoltság, annyi munka lett, hogy orvos, illetve ápoló hallgatók lettek éjszaka berendelve, hogy segítsék az orvosok munkáját mint később kiderült 54-en a helyszínen, 20 pedig később a kórházakban haltak bele sérüléseikbe, további 400 ember pedig súlyosan megsérült. Ez volt Indiána állam legsúlyosabb tömegkatasztrófája a történelem során. Ami a legfelháborítóbb és leggusztustalanabb, mint oly sok más esetben is, természetesen így sem sikerült egyetlen felelőst sem találni. A vizsgálat hamar megállapította, az ajánlott biztonsági kupakkal nem rendelkező propántartályokat nem szabadott volna beltérben, az arénában a lelátó alatt tárolni, és a robbanást meg lehetett volna előzni, ha az illetékes hatóságok megvizsgálták volna a tartályokat a Holiday on Ice előtt. A Merriam megyei cég ezért vádat emelt az állami tűzoltóság marsalja, az Indiana i tűzoltóparancsnok, az Arena vezérigazgatója, menedzsere, valamint a gázt szállító cég vezetői ellen. Azonban mindössze egy ítélet született a gázszolgáltató cég elnöke ellen, és ezt az ítéletet Indiana állam legfelsőbb bírósága végül hatályon kívül helyezte. Az áldozatok hozzátartozói összesen körülbelül 4,6 millió dollár kártérítést kaptak. 1991-ben a Calossium szponzort szerzett a Pepsi személyében, és átnevezték Pepsi calossium A szponzoráció azonban 2012-ben megszűnt, az épület jelenleg Indiana Farmers Calossium néven ismert. Így sikerült Indiana állam vezetőségének elsumákolnia és simán megúsznia 74 ember halálát, akiket Halloween éjjelén egy kellemes szórakozás helyett a halál várta az aréna átkozott falai között. 1982. október 30-án szombat este Webster megyében Fordácsban a 69 éves Márvin Brandland és felesége etel a szokásos programjukat tartották, mint akkor éjszaka rajtuk kívül több millió más ember is szerte Amerikában. Édességeket osztogattak a hozzájuk bekopogó, különböző jelmezeket viselő gyermekeknek. Ezen gyermekek között volt unokájuk is, Tereza, akit Márvin fia, Aaron kísérgetett az éjszakai csoki gyűjtésre. Nem sokkal azután, hogy Tereza elment apjával, újra kopogtattak a Brendlent ház ajtaján. Márvin kinyitotta az ajtót, a bejáratnál pedig egy ember állt, aki a fején egy, a szemeinél kivágott párnahuzatot viselt. Csokit vagy csalók, add ide a pénzed, különben lelőlek. Szólalt meg hátborzongató hangon a maszkos férfi a Marvin mellett álló Etel felnevetett, hiszen azt hitte, biztosan egy Halloweeni tréfáról van szó, ezért hátrafordult, hogy hozza a csokoládés bödönt, amiből megkínálhatja a maszkos illetőt. A férfi azonban belépett a házba, és előrántott egy pisztolyt. Mondom, adjátok ide a pénzetek, különben lőni fogok. Miután a dolgok ilyen döbbenetes fordulatot vettek, a házaspár megrémült, és nem igazán értették, miről van szó. Márvin háborús veterán volt, feleségével egy szőnyegboltot üzemeltettek, távolról sem voltak vagyonos emberek. Ekkor a maszkos ember egy meghökkentő dolgot mondott. Menjünk le a pincébe. Tudom, hogy ott van egy szép, és ott tartjátok a megtakarításaitokat. A szép valóban ott volt a házas pár megtakarításait rejtve, azonban a szép létezéséről csak néhány ember tudott, és azok mind családtagok voltak. A pisztolyos férfi elkezdte őket a pince felé terelni, azonban Marvin úgy határozott, véget vet ennek az egésznek, és a maszkos ember pisztolyáért nyúlt. Ekkor a maszkos gondolkodás nélkül torkon lőtte az idős embert. Marvin vért fröcskölve zuhant házának padlójára, etel felsikoltott, a maszkos ember pedig mintha szintén megrémült volna. Hirtelen letépte a fejéről a párnahúzatot, eldobta a házban, és fejvesztve kirohant a lakásból, majd eltűnt az éjszakában. Marvin Brandlandet a Trinity regionális kórházba, majd Des szállították, ám nem sikerült életét megmenteni, a műtőasztalon hunyt el. A maszkos gyilkos azonban nem csak Marvin, de közvetve Etel haláláért is felelős volt. Etel olyannyira szerette férjét, hogy eme rémséges esemény után összeomlott, néhány hónappal Marvin halála után ő is elhunyt. Jen Horton lányuk azt nyilatkozta később, Etelnek összetört a szíve, és követte férjét a halálba. Ekkor kezdődött a hajsza a kegyetlen gyilkos után. Az már az első perctől kezdve világos volt, hogy a gyilkos egy közeli családtag, vagy egy családtag által megbízott, ismeretlen lehet, ugyanis a maszkos biztosan tudta, hol található a házaspár széfje, holott a szép hollétéről mindössze néhány rokon tudott viszont Marvin és Etel nem ismerhették a gyilkost, hiszen a hangját felismerték volna, ráadásul menekülés közben le is vette magáról a maszkot. Etel később elmondta, a támadójuk 1 méter 60 centi magas lehetett, 16 és 20 év közötti szőke haja volt és kék szeme. Ebből az következhet, valamelyik közeli rokon bérelhette fel ezt az ismeretlen tinédzsert, hogy az rabolja ki a Brandland házaspárt. Azonban a nyomozás egyszerűen sehova sem jutott. A Ford Adji rendőrség főnöke elismerte, van lyuk, de nem hozhatják nyilvánosságra a személyazonosságát, hiszen nincs ellene semmiféle bizonyíték, így letartóztatni sem tudják. Azonban ezt többen nevetségesnek találták, hiszen az egyik legfontosabb bizonyíték a gyilkos fején viselt párnahuzat a büntény helyszínén maradt, ugyanis a gyilkos miután letépte a fejéről, a házban hagyta azt. A rendőrség ekkor közleményt adott ki, miszerint a párnahúzatot beküldték DNS vizsgálatra, azonban azon nem volt elegendő anyag egy megfelelő vizsgálatra vagy azonosításra. Az ájovai bűnügyi nyomozó osztály 2010-ben újra vizsgálatot végzett a párnahúzaton, ám ők sem találtak rajta semmi értékelhetőt. Egészen elképesztő, hogy ilyen könnyű úgy megölni egy embert anélkül, hogy annak bármiféle következménye legyen. Az eset 1982-ben történt, most 2022-t írunk, és a hatóságoknak konkrétan soha semmit sem sikerült kinyomozniuk az ügyel kapcsolatban. Marvin Brandland nem volt vagyonos, nem voltak politikai, homályos kapcsolatai. Egy kertvárosban élő, 69 éves szőnyegboltos volt. Vajon miért kellett meghalnia? Ez a kérdés 40 éve kínozza Marvin és Ethel Brandland egész családját, egyetlen szemét kivéve aki feltételezhetően elrendelte azt, hogy Halloween éjjelén egy maszkos férfi csoki gyűjtő zsák helyett egy pisztolyjal a kezében kopogjon be a Brendlent házba. 2014. október 31-én éjjel egy egészen sokkoló és hihetetlen esemény zajlott le az amerikai Long island -en. A 35 éves Derek volt. egy vértől csöpögő fejjel jelent meg a házuk bejáratánál, kisétált a házból az utcára, lejtette a fejet az utca kövére, majd közel 8 méternyire elrúgta magától az aszfalton. A távolról szemlélődő szomszédok azt hitték, hogy mindez egy halloweeni csintevés része, azonban amikor közelebb sétáltak, elhűltek a borzalomtól. Derek, a 66 éves anyja levágott fejét rugdosta az utcában. Derek Ward és édesanyja Patricia Ward együtt éltek Long Island-i Farmingdale-i lakásukban. Patricia a New Yorki állami egyetemhez tartozó Farmingdale State College professzora volt és nyelvművészetet tanított. A hölgy másik fia, Robert 1997-ben hunyt el heroin túladagolásban. A nő nem sokkal ezután vált el férjétől, Johntól, és kettesben maradt derekkel a családi házban. Derek közel tíz éve szenvedett mentális problémáktól, és folyamatos gyógyszeres kezelésre szorult, azonban az állapota egyre romlott. Míg korábban nem mutatott erőszakra utaló jeleket, a tragédiát megelőző napokban a viselkedése egyre inkább kiszámíthatatlanabbá vált. Egyik este vacsora közben édesanyja Patricia véletlenül lejtette a villát, mire Derek tombolni kezdett, hogy a padlóra eső villa zaja megsértette a fülét és a fejét. Bár már korábban is figyelmeztették ismerősei Patrisa-t, a nő 2014-ben jött rá, túl idős ahhoz, hogy a 35 éves, mentálisan sérült fiát egyedül ápolja. Igyekezett Derek számára egy orvos találni, ez sikerült is, és ez az orvos gyógyszerekkel igyekezett kontrollálni a fiatalembert. Így élt együtt anya és fia, amikor eljött 2014 halloween éjszakája. Hogy pontosan mi történt a házban nem tudni, de Patricia Ward sérülései alapján a hatóságok arra következtettek, Derek többször megszúrta késsel a nőt, majd több bordáját is eltörte, azután pedig levágta a fejét. Ezt követően kivitte a fejet a ház elé, ahol rugdosni kezdte, ezután visszament a házba, és anyja fejetlen torzóját is kihúzta az utca kövére. Amikor az utca egyre inkább megelevenedett, és a szomszédok a lefejezett holttest köré gyűltek, derek a közeli vasúti sinekhez sétált, majd a Pemből Renkánkáma felé tartó esti vonat elé vetette magát. A fiatalember azonnal meghalt. Kenneth Parker, a Nessó megyei rendőrség munkatársa közölte az indíték ismeretlen, és az is, mi játszódhatott le Derek fejében ezen szörnyűség elkövetésekor. Valószínűleg nem szedhette megfelelően a gyógyszereit, ám ez a szélsőséges és brutális erőszakra nem lehet magyarázat, hiszen a szomszédok, rokonok szerint Derek mentális problémái ellenére mindig csöndes és nyugodt volt, sosem volt rendőrségi ügye, és egy hangos szóval sem illette korábban édesanyját. Valami történt vele a gyilkosságot megelőző pár napban. Véleményem szerint egyértelmű, hogy Dereknek már rég nem otthon lett volna a helye, hanem valamilyen pszichiátriai osztályon. Ami még döbbenetesebb, egy orvos annak ellenére, hogy őt rendszeresen vizsgálta, kiosztogatta a tablettákat, majd hazaküldte Dereket az anyjához. Arra kíváncsi lennék, egy ilyen orvos vajon használná-e ugyanezeket a tablettákat a saját gyerekénél? Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a GV Cooper History csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook oldalt. Ha van kedve, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat, illetve egy újdonságot, a GV Cooper egyperceseket tekintheted meg. Ezen videósorozatomban meghökkentő, érdekes, különös, tréfás történeteket osztok meg veletek egy percben. A következő videóm hamarosan érkezik a Halloween hónap keretében, melynek témája: Halloweeni városi legendák igaz vagy hamis? Szép napot! Sziasztok!